Gépjárműveink tavaszi felkészítésénél nem mindenhez kell szakember. A motorház felnyitása után mi is könnyedén ellenőrizhetjük az olajszintet, vagy éppen az ablakmosó folyadék tartály állapotát, feltöltöttségét. Érdemes megnézni a fényszóró borítását is, hogy az sárga vagy bemattult-e. A plexilapot érdemes megnézni mindenféleképpen, hogy a fényerejéből ne veszítsen a fényszóró, mert ha le van mattolva, akkor azt föl kell políroztatni, mert hát télen ugye azért világítás volt, levízkövesedik, lemattol, és egyéb szennyeződések, amik rajta vannak, azokat le kell tisztítani róla. A tavasz beköszöntével az egyik legfontosabb, hogy a téli abroncsokat cseréljük le, ám ilyenkor érdemes a féktárcsákat, fékbetéteket is ellenőriztetni. A téli só és a latyak mindenféleképpen megette ezt a féktárcsát. Valószínű, hogy a kézifékkötél is beszorult, és hát egy picit rátartott a fékre, ezt tulajdonos észre se vette. Ugyanez látható a fékbetéten is, hogy ez gyönyörűen megkopott. Ennek a megoldása csak a csere. Ez általában mind a két oldalt ugyanerről lehet szó, úgyhogy ez jobb oldalon és bal oldalon egyértelműen. Általában ez a hátsó fékekre vonatkozik. De meg kell csinálni mindenféleképpen szélkeszedni, és meg kell egy picit mozgatni, kenni, zsírozni, hogy ezek a betétek könnyen mozogjanak a helyükön, hogy ne tartsanak rá a fékre. A téli kátyuk után a futóművet is érdemes ellenőriztetni, hiszen az elállítódhatott. Az állítás és a lengéscsillapító vizsgálata akár egy abroncscserét is megelőzhetnek, hiszen a hibásan álló kerekek miatt elkophat az autógumi.